Ki mit tud? Jász Nagykun Szolnok megyei fordulója. Szolnok. 2014. november 15-e. Antal Imre. Versmondás kategóriában indul Sáringer Bettina. Született Örökség Miklós. Jelenleg Debrecen. A verset elmondja, és átadom a szót. Latina Víz Zoltán. Nem mondom el még egyszer. Próbálom komolyan lenni. Összevágjuk. A zsűri, ne zavarjon el. Ez nem igazság. Zsűri. Zsűri. Fülöp Ágnes, asszony. Kameramanusz. Pócsányi Krisztina. Gudor Gabriella. Móka Éva. És a zsűri elnöke Szabó György. Aki már mindjárt megfoglal, de túléli a verset. Halljuk a pályaművet. Petőfi Sándor egy gondolatban engemet egy kicsit más értelmezésben. Egy gondolatban engemet ágyban párnak közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos férek fogadnak, elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, amely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj! Istenem, hát ne így halált adj! Én nekem... legyek fa, melyen villám fut át, fut keresztül, vagy melyet szélvész csavar ki tövestől. Legyek kőszírt, melyet a hegyről a völgyre egetverő mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolganép járvát megóva sírtra lép, pirosó arccal és piros zászlókkal, és a zászlókon emelje szent jelszóval, világszabadság! És ezt elhasogják kelettől nyugatig, és a zsarnokság velük megütközik. Ott esem ez én. A harc mezején. Ott folyjon ki az ifjúi vér. Ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita szó az ágyú zörej, és a holttestemen át fújó paripát száguljanak a kivívott viadalra, és ott hagyjanak engemet összetiporva, és ott szedjék össze szétszott csontomat. És ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyász szemével, és fátyolos zászló kíséretével, a hősöket egy közös sírba sírnak adják, kik érted haltak szent világszabadság. Nem röhögtünk bele. Itt vagy még. Tudod, hogy szeretnék meghalni? Köszönjük szépen, és most akkor a zsűri értékelését szeretnénk hallgatni. Először is a Szabó György elnök úrnak az értékelését hallgatni. Pillanat, innék egy sört. Na most arra gondolom, az előadás az Latinovicsot nem sikerült überelni. Hát,
mondod, húzd be. Szerintem az előadás az nagyon egyedi volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy öröm volt hallgatni. Néha beleszóltam volna, ezt ne így mondjad, de az ömében nagyon jó adta elő a dolgot. Úgyhogy én hány pontból hányat kell adni? 10-ből 10-et. Tehát arra gondoltam, hogy a 3-as skálán 10-et adok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Ennyi a vélemény. Elnök úr! Ennyi. Na, akkor kocincs. A tieteket majd ő bele. Szolnok! 2014. november 15. Tovább jutó Schäringer Bettina Petőfi Sándor versére. Ja már is? Hát a zsűri nem is ült össze. És akkor most erre kocintunk. Tovább jutott. Kocintunk. Jaj, úgy izgultam! Köszönöm szépen! Puzilak, remek voltál. Remek volt. Igyekeztem. Várjál. Egészségetekre, mindenkinek. Drága barátnél. Akkor puzilak benneteket. Jaj! Csókoltatlak. Jaj, ne a melyiket! Zavarba gyűvök! Még mindig nem. Azt a vetem. Gabika, várjál, még Krisztikét is megnézzük, azért már ő is a zsűribe. Ne csináld már, ne bújjál már el. Gabika, vigyázz! Egy híres embernek a videója szerepel, ezt csak mondom. De úgy vigyázzál már, persze. Mert én vagyok a zsűriem. Mert ő az... Még ezt vegyek. Na, Isten ránk! Eszes János pályinkája. Imádjuk. De finom. Szeretem, tényleg. Na vége a videónak. Most.